Na, sziasztok! Hát, nem túl nagy, mint látjátok, de le kellett szednem, mivel, belefúrtak ezek a gyökerek. Oh, de jókat büfögök, most ittam. Na, csináljunk egy kis videót, közben dolgozok és meg videózok is, jó? Na, mai tervek. A legfontosabb tervet megcsináltam, kinyitottam a káposztás ágyást, meglocsoltam, leszedtem a megrágott leveleket, leszedtem az olyat ezekből, amik szarrá repedtek, vagy teljesen szét lettek rágva. Szerencsére nem sok volt, nagyon sok levelet viszont leszedtem, ezt raktam a komposztba. Aztán megszórtam vastagon csigaírtóval, mivel találtam csiganyomot, nagyon rág, sokat rágnak. Hát most egy kicsikét várom, hogy a föld, mit tudom én, melegedjen, vagy olyan helyre is bejusson a napfény, ahová nem, ha le van takarva. Aztán visszatakarom. Szóval ennek a kőágyásnak, ugye megmutatom, szóval téglágyásnak, így, hogy az ember csak összepakolja. Vannak jó oldalai, meg vannak rossz oldalai. Szóval az egyik rossz oldala az, ennél nem is nagyon látszik, mert ezek azokból a jó téglákból lettek csinálva, de a másik, ahol a káposztafélék vannak, azok sokkal használtabb, bontottabb, sokkal szarabb darabokból, téglákból lett összerakva, és sok benne a nagyobb luk. És ezeken a nagyobb lukakon, hát nem is azt mondanám, hogy kívülről bemászik a csiga, bár az is valószínűség, hanem az, hogy belülről oda bebújik nappalra, este pedig kijön szépen, és lezabál mindent. Na, most másodjára csináltam ilyen brutális mennyiségű csigaírtószert raktam be. Azért, mert tudom, hogy nem fog esni az eső mostanában. Amúgy most néztem az előbb a tévébe, hogy néhány helyen mekkora nagy eső volt kedden. Hát itt nem volt. Itt egy szem nem esett. Egyetlen egy szemecske nem esett. És egy szemecske esett, és még mondtam is az asszonynak, nagyon jó be volt, mint az állat, semmi nem esett. Viszont én meg itt két csepp eső után mehetek ki, és locsolhatok. Ja, az is még a terv, hogy a esővizes tartályba, ami sajnos már csak félig van, átfejem megint a vizet a két hordóba. Ja, várjál, csak azon gondolkozok, hogy a kék hordót hátra viszem egy kicsikét locsolási szempontból, mivel hát vannak még növények bent az üvegházba, de egyszerűbb a vizet át, vagy előre hordani az üvegházba, mint a vizet hordani hátra a kertbe, szóval locsolni azért a palántákat, a paradicsomot, meg ilyesmit. Na, amit még meg kellene csinálnom, még mindig nem csináltam, meg én mindig elfelejtem. Vennem kéne, elnézést, vennem kéne megint ezért 100 méter kötelet, minden nap, tegnap is voltam ezért vásárolni. Mégis elfelejtettem. Mama nem megyek. Ja, arról volt szó, ugye, hogy hétvégén megyek Pápára, és viszem a kocsit bejelenteni. Hát nem viszem a kocsit bejelenteni. Nem tudom, nagyon nehéz esett ez a kocsi vásárlás Magyarországon, hogy az embernek a kerete megszabott. Szóval az a helyzet, hogy hozni akarták ide nekem a kocsit, hogy megcsináljuk a szerződéseket, minden meg volt beszélve, biztosítással, hogy mikortól, minden, már csak annyi kellett, hogy tényleg ide jönnek, elhozzák a kocsit, megcsináljuk a szerződést, kifizetem, és jóval erre fel el akarnak indulni, és kiderül, hogy a vízpumpája beszart,
eleresztette a vizet, úgyhogy most arra vár szerencsétlen autó megint, hogy a szerelő vízpumpát cseréljen rajta. Na mondtam neki, ha már úgyis hozzányúlnak megint a motorjához, meg vízpumpa csere, meg ilyesmi, a vezérmű láncot, vagy szíjat, amilyen meghajtása éppen van, cseréljék ki. És akkor ez is le lesz rendezve, mert igazság szerint lehet, hogy még az eredeti 40 éves van benne, mert a volt gazdája soha nem cserélt benne, azt mondta. Úgyhogy mondtam neki, hogy cseréljék le, és akkor igazság szerint a kocsi elég rendesen rendben van téve. Na, jó van. Mint mondottam, van jó pár dolgom, csinálni kell karókat. A ribizlik kezdenek érni, és a fekete rigók, hogy fene a belüket, nem csak a epremet akarják megenni, szétverik az összes epret, már be van hálózva, hanem most már elkezdték a ribizlit is leszedegetni. Hát remélem, hogy azért valamit hagynak nekem. Nem szeretem, fekete rigók vannak errefele, mert nem azt csinálják, amit kellene nekik, nem a fűbe bóklásznak, hanem minden termést tönkre tesznek, szóval nem szeretem, fekete rigók vannak. Ja, hát majd megmutatom a változásokat. Az a helyzet, nem fogjátok elhinni, én se hinném el, hogyha nem én látnám magamnak. Vasárnap délután locsoltam, aztán hétfő reggel elutaztam, kedden délben visszajöttem, és olyan változások voltak a kertbe, hogy hihetetlen, szóval hihetetlen változások vannak a kertbe. Mondjuk ez már elkezdett virágozni, mielőtt elmentem, látjátok, gyönyörű szépen virágzik a fehér is, meg a lila is. Szóval több rózsám kinyillott, de azt még hagyján, fügém van két szem fügém, oké, nem éred, de zöld fügém, ami nem volt vasárnap, mikor locsoltam. Érik a borsóm, az se volt, amikor locsoltam. Virágzik a Mária töv is, az se volt még vasárnap. Szóval ilyen fura dolgok, amik nem voltak még vasárnap, mikor locsoltam, és kedden, mikor visszajöttem, már voltak. Ja, van pici zöld paradicsomom, uborkák virágzanak, úgyhogy termés van rajtuk, szóval lányvirágok vannak rajta. Valami izé van. Valami furaság. Szóval, ja, cukkin is lesz nem sokára. Nagyon be van indulva. Ja, hoztam a izétől, vittem is palántát. Ja, mondjak már valamit palántáról. Kimaradt egy rakás, nem tudom mennyi, de jócskán kimaradt paradicsom palántám. Hát satszolom olyan 15 darab. Lehet, hogy több, lehet, hát kevesebb nem hiszem, hát olyan 15 darab körül kimaradt. És képzeljétek el, meg volt ígérve, adok neki ingyen, annak, aki hozta volna a kocsit, a feleségének, meg adtam volna neki kacsát is. Hát jó, hogy a kocsi miatt nem jöttek, mert nem indult a kocsi, az egy dolog, de hogy nem jöttek a kacsáért se, meg a paradicsomért se. Jó van. Ez vanna. Biztos nem kellett nekik. Van itt az osztrák, a bécsi, akinek a fia néha jön ide nekem segíteni, bár mostanában nem sűrűn láttam, a Niki. Mondom nekik, te, van egy rakás paradicsompalántám, kéritek? Ja, persze, de nem most. Hát mondom, mikor? Hát most nem érünk rá, majd akkor. Hát mondom, de akkor meg én nem érek rá. Hát mondom, nem leszek itt. Ja, hát akkor majd egy hét múlva. Hát mondom, ember, hát ezek a palánták már akkorák, hogy ezeket ki kell vinni, mert hogyha nem kapnak karót, ezek összetörik magukat, tehát eldőlnek. Hát ő neki most ez nem jó. Ő nem ér rá. Hát mondom, jó van.
Aztán itt a másik szomszéd is mondta, hogy ezért, itt tudom én, hónapokkal ezelőtt már a felesége mondta, hogy jó, lesz majd palánta? Mondom, lesz. Mondom, neki te kell palánta? Nem tudja. Nem fasz, senkinek nem kell ingyen. Na, bemérgelődtem, az összes palántát bepakoltam, elmentem pápára, azt elvittem a Tamásnak az összes paradicsom palántát. Meg azokat a növényeket, amiket ígértem még neki pluszba. Hát mondom, ilyen nincs. Előbb mindenkinek kell, aztán senkinek nem kell. Ja, meg ez a tipikus izé, német, meg osztrák, hogy minden akkor kell, mikor már nem jó. Szóval, ez emlékszetek arra, amikor pucoltam azt a rengeteg zöld babot? Mert megrendelték, aztán azt mondták nekik, most nem kell, majd egy hónap múlva. Ez ugyanolyan volt most a palántával. Nem, neki most nem ér rá, most izékkor majd. Majd egy hét múlva, vagy kettő. Hát én mondom, ember, hát én ki akarom paterolni az üvegházból. Hát nekem ez munkot locsolni minden nap ezeket a szerencsétlen palántákat. Én úgy akarom lenni az üvegházból, hogy csak azok maradjanak bent, amiket tényleg az ember meglocsolja egyszer, és akkor két-három napig nem kell hozzányúlni. Csak nyitom az ablakot, meg csukom az ablakot, az kész. Hát mondom, nem fogok egész nyáron palántákkal szórakozni. Nincs nekem erre időm. Na jó, van, úgyhogy most ezek a palánták kilettek, közben persze hoztam magot. Úgyhogy én már palántáztam új növényeket, meg jujuba mag, meg indián banán mag bent van a mélyhűtőbe, hideg sokkot kapjon. Hoztam ezért is 3 darab indián banán magoncot. Ja, mielőtt valaki valamit mond a jujubáról, tudom, persze oltani kell, nem baj, felnevelem a izéket, felnevelem a hogy hívjákat, a magoncot, aztán majd ráoltunk. Na, hát mást így hirtelen nem tudok mondani. Ja, majd még lesz egy Tamás barátommal, hogyha nem gondolja meg magát, építünk vele együtt egy valépinit nála. Így lesz valépini építés megint. Kicsit másképp. Na jó van, majd közben filmezek, hogyha van érdekesség, jó? Ja, meg virágzik az új, a kedvenc rózsám, tudjátok? A gyönyörű rózsám, virágzik megint, jaj. Bár én imádom ezt a japánt is nagyon. Álljatok ki, meg a fényből nézzétek ezt a gyönyörűséget. Imádom, ez annyira gyönyörű ez a rózsa. Haj, de jó volt ezt. Ah, és milyen, micsoda illata van? Micsoda munkálata folynak itt. Kacsák ordibálnak. Ja, ezért biztos említettem már, ha nem, akkor mondom, elült egy kacsám, egy rakás, ezért egy tyúk tojásra, a csokoládé színű, a csoki banán. Beindult a banán is. Most már ez is rendesen virágzik. Fú, de szeretem. Imádom, na. Én imádom ezt a kertet. Főleg így, mikor be van indulva, rendesen, és virágzik, virágzik, minden virágzik. Hát nem minden, de sok minden. Sok minden, oly de szép vagy te is, ugye? Gyönyörű. Aj, de szép! Ez is, jaj, de jó! Imádom! Na! A kis rózsám is virágzik, nézzétek meg, a kis aranyos. Nem sokára ez a izé. Ez a rózsa is beindul. Lesz majd magszedés. A Juliannának a növényét ide tettem, több vizet kap. Ó, itt van ez is. Ez a másik, ez az imádni való rózsa. Ez különben földön futó rózsa lenne, csak én felraktam ide a kerítésre. Így valahogy szebb. Na.
Van itt más is, ami virágzik, csak a csigák gyorsabbak. Nézzétek csak, de már lezaválják, majd megszórom ezt is, hogy a rohadékok kapjanak a képükre. Nézzétek, már odakint egy virágzik. Hát igen, na, no, hát nálam így most már kívül belül minden be van indulva. Ez attól van különben odakint virágzik, hogy valamit elültettem, kivettem a földet, és én kicserélem olyankor a földet. És fogom azt a földdarabot, amit kiástam, és kidobom oda. És valószínűleg volt benne olyan, aminek magja van. Na, kérem szépen, nagyon jó lesz. Benne maradt izé, tavalyról, jó lesz új krumplinak. Na jó van, tényleg. Nézzétek meg, mekkora repedés van a földön. Ja, képzeljétek el, ki kell valamit találnom, vagy valaki, aki itt lakik a környéken, és van valahol elfekvőbe. Hát mondjuk, a kicsit messzebb van, és felfér egy utánfutóra, akkor még az is belefér. Szóval valakinek van elfekvőbe, valahol a kert végébe egy lajtos kocsi. Elfogadom ajándékba. Na jó, elüzletelhetjük, adok is érte valamit. Pénzt nem tudok adni, le vagyok égve nagyon. Szóval ez a kocsi viszi most az összes pénzemet. Sajnos egy nagyon magas adót kellett kifizetnünk e hónapban. Így jár az, aki maszekol osztrákba. Kedves feleségem, 8000 eurós adót fizetett ki a 2019-es évre visszamenőleg, mert túl sokat keresett. Azt mondta az állambácsi, hogy na-na, hát te ilyen sokat kerestél, hát akkor adjál belőle nekünk is. Míg meg majd szétosszuk a izék között, a menekültek között. Így azzal a pénzzel. Nehogy már jól éljél. Na, szóval, kifizetett egyszer 8000 eurót adót, meg 4000-et biztosításra. Ja. Meg az én biztosításomat. Ja. Úgyhogy most eléggé ezért kifogyott a kassa, úgyhogy pénzt nem adok senkinek, de elüzletelhetjük. Biztos van olyanom, ami valakinek kellene. Nekem meg kell egy lajtos kocsi. Nem kell túl nagynak lenni. Csak olyan, amiben víz volt, mindig is, nem valami egyszeres szar. És amivel hát legalább 100 liter vizet egyszerre vontathatok a traktor után, mert kiszárad a gyümölcsösöm, és nem bírom locsolni. Sajnálatos módon, ez igen. Úgyhogy valamit ki kell találnom a gyümölcsösre. Valamit ki kell találnom. Hát ez az agyag, ez nem jó dolog. Hiába adom neki a trágyát, vastagon meg a izét, a famulcsot. Némelyik részen jól érzi magát a növény, de a legtöbb kínlódik. Úgyhogy valamit ki kell találni. Na jó van. Mit csinálok most? Ja, kihozom a izét, fűnyírót. Először vágok egy kis füvet. Vagy előbb megcsinálom a izét. Nem is tudom. Szerintem előbb füvet vágok. Felteszem a kalupomat, azt vágom a füvet. Na izére, fűnyesedékre meg szükségem van. Na, hogy állunk az üvegházba? Ezeket ki kéne ültetni még vödrökbe. Hoztam is ilyen szutyok földet. Van itt még egy pár dolog, ezeket is vödrözni fogom. Nézzétek csak, mekkorák lettek. Tökre nagyra nőttek. Nézzétek, milyen kis aranyosak, ahogy nőnek rajta azok az ubik. Oj, de jók. Na, paradicsomok, csikák.
Hú, de jó, mindjárt felbevág ez a izét. Nézzétek, jól állunk, nem? Nézzétek. Ho-ho-ho, már van egy rakás cserkó is. Ez egy kiváló. Itt az első kis paradicsomocskák lesznek majd. Jaj, de kis aranyosak vagytok. Viszont ez elkorcsosult. Ez azt kell mondanom, ez az egyik a krézi, a másik az ildi, hogy melyik, azt nem tudom, de el van korcsosulva, ez elkorcsosult. Szerintem valamivel összekeveredett, mert ugyanilyen nagy, látjátok, ott van a hátul a nagy fürt, ugyanilyen nagy fürtnek kéne lenni ezen is, és nincs. Tehát ez el lett korcsosítva valamivel. Ja, mit ültettem ide? Tegnap vetettem. Ez meg. Ha ki nem olvasom. Mi volt az? Hát nem tudom, nem bírom elolvasni. Tegnap vetettem, de mi volt ez? Nem tudom. Na mindegy. Majd kiderül. Mi a franc? Az a baj, hogy ráírtam a másikra. Jujuba. Aha. Jujubát vetettem ide. Itt egy öntermő kivi. Egy ilyen teszt. Ezt is ki kéne ültetni. Itt van egy indián banán. Ez a legcseszettebb. Ezért ezt bent hagytam. Ez itt a három darabot. Külön ültettem, a többit megsemmisítettem. Maragúja. Szóval három maragúja, ezek még mindig a paprikák. Egy chili. Hoztam a, azt hiszem, hogy egy skorpió chili. Azt hiszem, azt mondta, hogy skorpió chili. Ja, hú, de rohadt meleg van ide bent, he. Na. Megmutassam, elmegyünk oda, megmutatom. Ja, mindent megmutatok. Meglepetéseket. Sok meglepetés, ami ért, mikor visszajöttem. Nézzétek csak a meglepetést. Ott van rajta, meg itt is van egy. A török. Jó vannak, kicsi madarám. A török szultán kedvence. Óá, megcsípett valami dög. Lehet, hogy itt is lesz egy. Látjátok, ott hátul is. Na, faszányos lesz. Fáknak fogom őket nevelni. Ezt nem, ez most már bokor marad. Itt van a fiatal hajtás, ami most keletkezett valamikor. Hát ennek nem lesz termése szerintem az idén. Azt se tudom milyen fajta. Na itt van a csigaírtás. Leszedtem az alsó leveleket, mint mondtam. Vagyis nem csak az alsót. Elég sok levelet muszáj voltam leszedni róla. Na mi a? Hurrák, talán nem egy kullancs. Na, szóval leszedtem sok levelét. Muszáj volt. Itt szintén, most azért ebből az irányból nyitottam ki, hogy itt levágjam a füvet, mert sok helyen az volt, hogy a háló alatt a fű benőtt. És gondolom, hogy történhetett olyasmi, hogy a fűn egyszerűen felmentek ezek a cetvek. Ja, hát ahol nem kellett nagyon megtépni, ott látjátok, szépek végül is, meg kezdenek most már úgy beindulni, ez meg hozza a leveleket. Szóval szépek lennének ezek, ha nem zabálnák meg állandóan valami. Majd visszaterítem, ezt le kell takarnom, mert különben a rigó elviszi az összes termésemet. Egy szemet leszedtem már én is róla, érettet. Na, aztán a borsócskákat is mutatom. Hát igencsak izé lesz. Hát, nem tudom, szóval szedtem, ilyen vastagot már szedtem le róla, át kéne bogarászni. Mondtam az asszonynak, hogy hagyjuk, még nagyon sok nincs rajtam, hogy jövő héten
jövő héten csinálunk egy szedést, és akkor lesz rajta, ezen is valószínűleg most már lassan kiürült a vizem, át kell, annyi vizem van, majd átfejem ide, aztán innen kijött minden, ezek kánák, a magról kell indított kánák, itt lesz egy fácska, egy fügefa, tudom, hogy közel vannak, nem érdekel. Ezen lesz az idén termésünk, annyira örülök neki, nem is kevés, sok. Ja, jó lesz. Ja, voltunk egy kertbe, hát több kertbe is voltam, amikor voltam a Tamásnál, látogatóban voltunk két-három haverjánál, és ott volt egy ilyen, ami nem kettő ilyen volt, ami már virágzott. Az az érdekesség ennek a kínai somnak, hogy ellentétben a másik sommal, tudjátok, a húsos sommal, ez akkor virágzik, mikor már van levele. Gyönyörű, szép, nagy, fehér virág. Majd felteszem a netre, hogy néz ki a virág, jobban rá is keresettek ennyi erővel. Na, szóval vissza kell majd takarni, amin van termés, azokat le kell takarni, hogy én legyen meg, ne azért. Itt is lesz egy füge, szóval ültettem egy pár fügét. Ja, várjátok, csak nézzétek a vöröset, amit itt a vödörbe tettem. Ó, nagyon szépen fejlődik. Jó lesz, tetszikes. Itt majd ki kell kötni az uborkát, bár nem olyan szép, mint bent. Na, ezt ennek is kell valami támasztékot csinálni, mert ez is beindult rendesen. Itt van, a le van hálózva. Van már, de hogy látom, azért nem csak a... Hát az ilyen pockok is bent vannak. Szóval szedjük a finomságot, de hát mindig két naponta szedünk, akkor itt van az asszony is, és akkor szépen bontogatjuk ki. Azon gondolkozok, hogy ezt fogom kivontani most már, és remélem, hogy a macska leszakik az ágyásról, ha kibontom, mert nézzétek meg, azért a kínlódnak alatta, bár az a baj, hogy most meg van törve a hagyma, és ha most kibontom ezt az ágyást, akkor a hagyma légy is idejön, mert meg van törve. Hát lehet, nem bontom ki. Na nézzétek csak! A szépség, be van indul a virágzik, gyönyörű szép, kis aranyos, ezt is fának fogom nevelni, valószínűleg, aztán lehet, hogy bokor lesz, mert ez már két szálra megy. Ez érdekes, hogy ez szépen fejlődik, de nem virágzik. Ha, mindegy, lesz egy pár finomság is. Fasza, várjunk csak, hová tettem? Itt van egy. Ide raktam egy fügét. Ide raktam egy fügét. Aztán mindjárt megyünk oda is, jó? Várjatok, menjünk itt el. És akkor megmutatom, hogy hogy állunk. Itt lesz egy füge. Lehet akár bogor is. És itt is lesz egy füge. A másik érdekesség, ami történt, ez a bab. Mondom, vasárnap meglocsoltam, vetettem közé céklát, két sort, azt is meglocsoltam, és mire visszajöttem rá két napra, már kikelt. Aztán kikelt a napraforgó, dísznapraforgó, amit vetettem. Az azt hiszem valami virág, de lehet, hogy nem. Ahogy nézem, az azt hiszem zöld trágya. Itt közte viszont van virág, keverék, egy sor, büdöskétől kezdve minden. Aztán virágzik az aranyom, mindjárt lesz róla csinálva egy fénykép is. Így, né?
Az aranyomról csináltunk egy fényképet. Szóval itt van bent két sor cékla, ami viszont még nem kell, de muszáj leszek locsolni. Itt van a másik fajta bab. Nagyon jó. Ezt tudjátok, itt van két. Hey, mi történt ezzel? Ez valami megrágta alulról. Ez nagyon nem, még nincs. Ennyire ki van dögölődve? Hát tegnap locsoltam. Sűrűbben kell locsolni. Itt is van egy sor vetve virág. Locsolnom kell slaggal még hozzá, mert nézzétek meg ott a nagy repedés. Nem elég izével ide hordani a vizet. Na, kihoztam paprikákat. Így a szépen sorba. A cukkinik. Hát virágzani még nem virágzanak, de ott lesz a cukkini rajta, látjátok. Jaj, de gyönyörű vagy. Ezen is. Meg itt is láttam ezen is. Ezen van fiú virág is. Úgyhogy jó lesz. Szóval, tudjátok, azt akkor lenne a baj mindig így tavasz elején, hogy nyár elején, hogy megjönnek a termővirágok, és nincs fiú. Vagy csak fiú van, és nincs termő. Na, hogyan nézzettek, nem is láttam még. Jó, erről is lesz egy fénykép mindjárt. Hát ez hol, ma holnap kinyílik. És a termő. Jó lesz ez, jó lesz. Na, kívánó, még jön ide egy pár kívánó. Ezt kitettem ide, mert ennek szüksége van nagyobb földre. Ez bent az üvegházban, hiába volt meleg, nem termett volna szerintem. Jó van, itt még lesz egy kis rendrakás, igazság szerint azért hagytam még rajta ezeket nem, szóval ezeket majd felhasználom, de a legtöbb cserép azért van rá rajta, mert ahol a cserép van, ott vannak a lukak, és nem akarom, hogy túl sok gaz átnőjön. Na, hát itt lassan vagy kaszálhatok, vagy rotálhatok, mert nézzétek meg, már nő a fű, vagyis fű, hát a gaz. Nő a gaz, hát szerintem át fogok menni vele rotán, lazán átrotálom majd. Vágtam füvet, talicskába van téve, majd hozok ki takarást ennek, idáig be van takarva, ott már nincs. A két sort kellene még takarni. Hát, nem tudom, na, szóval ez is a törpe, szerintem nem sokára nagyon sok borsom lesz. Itt van a bab, sajnos ebből sokat megrágtak ezek a tetves csigák, azért kiirtottam itt a gazt, hogy ne legyen esélyük olyan közel menni nekik, rohadjanak meg. Nézzétek meg, itt már horoltam közte, de akkor is a gaz gyorsabban nő, mint bármi más. Itt ezt a sort nem is látom. Nagyon ezt a sort sem látom. Itt igen, hát itt-ott látok kukoricát. Az a két sor az jó. Meg a leghátsóban van a napraforgócska. Elég gyalázatosan itt kikelt egy halomot, meg semmi. Fasza. Szóval gyalázatos a kelése, szerintem a szárazság miatt, de ha meglocsolom egy kicsit, azonnal jön a gaz is nő. Itt is horoltam így közte, hogy azért ne sok gaz nőjön már, légy szíves. Szóval ezek jól néznek ki, bár ez a megégett, az ami letört, de a szél, de már kihajtott, virágzik. Ez nem tudom. Ez nagyon Jó, most már kezd szebb lenni, de ez nagyon csúnyán megégett. Ez szegénykém. Ez nagyon rosszul néz ki. Na. Ezek is jól néznek ki, szépen mennek fölfele, majd megint leteszem a kamerát. Érdekes, amikor kijövök ide videózni. Mindig kell rajtuk egy párat hajtani, hogy fölfele menjenek.
Nézzétek, ez elég érdekes, nem tudom, hogy ez miért megy két szára. Bár ez nem egy szál, ez fölfele nem nő. Ez csak egy szál, ami elkorcsosulva elment arra, szóval ez lesz a fő szála. Ezt letépjük innen. Ez lesz itt a fő szál, ezen fog menni fölfele. Ígni. Ez egy ilyen korcsosult szál, ezt letépjük. Ezt is, ezen nem lesz semmi, csak termés, azt ki is szedem onnan. Kikapcsoljuk, hogy véletlenül se jöjjön tovább ebbe az irányba. Ez is ugyanazt csinálta. Eljött oldalra. Viszont ez még másik irányba jött el. Ez a főszál és ez a korcsosult. Fasza, hogy itt mit csinálnak ezek. Na, szép nagy lett, már nőtt. Ezek is. Oké. Okay. Szépek. A vadvirágos mező még nem csinál semmit. Ja, bárhol is láttam pipacsot most útközben. Fú, rengeteg, nagyon gyönyörű szép pipacsokat láttam. Mezőket. Csak az volt a baj megint, hogy sajna nem láttam olyan helyen pipacsot, ahol már elvirágzott volna, és tudtam volna magot szedni. Nézzétek csak oda hátra. Ültettem medvehagymát tövestől, gyökerestől hoztuk, és a Tomás hozta nekem az erdőből. Erdőbű. Na, el ne esmán te! Idétlenség. Na, ezek a izék paprikák itt kimentek. Hát ezek tönkre van, mentek az időjárástól. Hát van, amelyik még kínlódik, de a legtöbbje tönkre ment. Ez viszont úgy néz ki, mint egy sárga dinnye. Na, letesz a kamarát, és beakaszkodom a izét. Ja, innen eltűnt teljesen a bab. Vene a pofájukat. Na mindegy. Szóval felfűzöm az epret, vagy az epret, a paradicsomot. Itt meg a dinnyék vannak, kérem szépen. Dinnyecskék. Hú, na, szóval így állunk. Így állunk, kérem. Itt ott van egy kis termés is. Hú, jó meleg van. Na, hol vagyunk? Ja. Itt van az, hogy mutattam, itt van az egyik indián banán, és itt van a másik indián banán. Mivel ez nem terebélyes fa, hanem eléggé orsós formában megy fölfele, így nagyon jól el lesz itt oldalt. Meg ha fel is nőtt, akkor nagyon sok minden nem fog zavarni. Na, mondok nektek valamit, ez az Aromasztár nevű eprecske, ami itt éredezik. Ma reggel leszedtem egyet róla, ezek még nincs eltakarva, de még szerencsére ezt az oldalt nem találták meg, ezek a tetves rigók. Ez nagyon finom, szóval ez irgalmatlanul finom, ez az aromasztal. Nagyon tetszik. Na, jó van, hát itt mondjak, ez van. Így nézünk ki. Ha véletlenül beborulna az idő, akkor lenne idebent is valamit csinálnivalóm. Amúgy meg kint van elég dolgom. Csinálok most egy kávét, egy ezért dél van. Egy kis pihit, aztán utána folytatom az egészet. Na, jó van. A kiwi az még nem virágzik. Ott nincs semmi még újdonság. A gyümölcsösben, hát mondom, száradás van, ott sincs amúgy újdonság. Ott a múlt héten levágtam a füvet, de úgy, hogy ott hagytam. Szóval mulcsolással vágtam füvet, nem szedtem össze. Majd, hát az a tervem igazság szerint, hogy nagyon sok gajat ledarálni, és ott hátul a gyümölcsöst beteríteni.
ilyen izével, gajakkal, gajjal, ledarált gajakkal. Ez azért sokkal nagyobb, sokkal szebb. De hát majd sok lesz ez itt, nem baj. Mondom, nem baj, semmi se baj. Nálam minden másképp nő, mint más kertekben. Nálam szabad ilyet csinálnia. Na, most már ez is szaporodik szépen. Majd elszaporodik, egy pár év múlva lesz itt annyi belőle, mint a nyű, és akkor lehet szedni. Ez is nem sokára virágzik. Jaj, de jó lesz, annyira jó lesz most már minden. Minden beindul, minden szép lesz. Nagyon tetszik elős, mikor minden szép, az már tetszik elős. Na, jó van, mondottam. Lesz egy kis szőlőnk is, pár fűt, pont jó, egy kis kóstoló. Na, jó van. Most pont tényleg befejezem ezt a videót, és akkor... Mi van, mákvirág, menjen, nem mész ki! Miért mennél ki? Na, ezt egy kicsikét kiritkítottam, ott vannak lent. Elég sok ilyen hajtást leszettem róla, fiatal hajtás, mert nagyon, nagyon benőtte. Próbáltam úgy ritkítani, hogy igazítsam is majd a formáját. Itt a krumplin bogár nincs szerencsére, lekopogom eddig még, viszont irgalmatlan nagy. Néha esténként leszedek róla itt-ott egy-két csigát, az viszont akad, nem sokára virágzik ott a virág. Na, aztán, hát mondom, így állunk, most mit mondjak mást. Végre ez is beindult, kiződült egy része. Ja, egy nagy, egy elég vastag szár itten ezen az oldalon kipusztált. Nem tudom, mi lett a baja. Ja, hát, na, szép lesz ez most már. Ez a milyen szép ez a fehér, jó? A lila is nagyon szép, a fehér is nagyon szép. Nagyon szép rózsa. Rózsa áldások vannak itt. Jaj. Na jó, ezzel elköszönök tőletek. Mákvirággal. Sziasztok.